Elbeszélő világok, ahol életre kell a bölcsesség. Mindenki tud valamit, amivel a közösséget szolgálhatja, így mindenki értékes, függetlenül nemtől, kortól vagy társadalmi rangtól. Erre egy remek példa a magyar történelemből. Az Aulich hadosztály 1849. januárjában rendkívül nehéz helyzetbe került. A Besztercebánya és Körmöcbánya közötti forgalom a hegylánc megkerülésével bonyolódott, csak hogy ezeket az utakat a császári erők zárták el. Így a Garamvölgyéből a Vágvölgyébe a 700 méter magas hegylánc sziklás hágóin kellett volna átkelni, ami télidőben méteres hóval fedett hegyi utakon társzekerekkel, tüzérséggel, lovassággal szinte lehetetlen volt. Ekkor jelentkezett egy erre lakó honvéd, aki emlékezett egy útra. Az út a hegygerinc alatt 70 méterre vájt 20 éve használaton kívüli beomlott bányajárat volt. Ezt robbantásokkal és dúcolásokkal néhány nap alatt járhatóvá tették, és ezen ment át az egész Aulich hadosztály egy éjszaka alatt lovakkal, ágyúkkal, szekerekkel, és tűntek el nyomtalanul a császári üldözők elől. Ez nagy meglepetést okozott, mert sikerült hátba támadni a császári seregeket. E rendkívüli haditett volt az egyik, ami megfordította a háború menetét, és elvezetett ahhoz a győzelemhez, amelyet ma dicsőséges tavaszi hadjáratként emlegetünk. Iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a következő történetről.